Október 13-án Miskolc arról dönt, hogy folytatja-e a Kriza Ákos által megkezdett munkát, vagy a város visszaesik oda, ahol 2010 előtt a szocialista városvezetés alatt volt, fogalmazott Alakszai Zoltán mai sajtótájékoztatóján. A Fidesz-KDNP polgármester jelöltje elmondta, hogy ha a miskolciak bizalmat szavaznak és őt választják polgármesternek, akkor vállalja, hogy megóvja az elmúlt 9 év városépítési eredményeit és folytatódik a fejlődés. Alakszai Zoltán közölte, megvédi a salkaházi programot, és az 5. évfordulóra a 10.000 forint mellett egyszeri 5.000 forintos prémium kifizetése is szerepel a nyugdíjasok számára választási programjában. Azt is vállalja, hogy megválasztása esetén újjáépítik a Diósgyőri strandot, és megígérte, hogy Miskolc lesz Magyarország legbiztonságosabb megyei jogúvárosa. Üzenem a miskolciaknak, hogyha engem választanak polgármesternek, vállalom, hogy megóvjuk az elmúlt 9 év városépítési eredményeit, és folytatjuk Kriza Ákos megkezdett munkáját, és folytatjuk a fejlődést. A programom természetesen egy komplex, a város egészére kiterjedő program, mely elsősorban a megkezdett beruházások, fejlesztések továbbvitelét jelenti, de természetesen polgármester jelöltségem azt is jelenti, hogy új célkitűzéseket is kijelöltem.